Február elejére több mint 200 település elkészítette saját arculati kézikönyvét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ezzel a települések egyedi környezeti kultúrájukat és értékeiket szeretnék megőrizni. A megyei települések közel 90%-a már befejezte a munkát, ez országos szinten is kiemelkedő aránynak számít. Egy fiktív település mintájára elkészített dokumentum segítette az ország valamennyi települését, hogy elkészítsék saját arculati kézikönyvüket. Ezek célja, hogy megvédjék egyedi arculatukat és építészeti értékeiket, de az új házak építői számára is segítséget jelenthet. Ez minden korábbi dokumentumhoz képest bővebb és megalapozottabb. Az arculati kézikönyvek a településkép védelméről szóló 2016-os törvény végrehajtását is segítik. A települések képének és értékeinek megőrzésében nem csak a helyi önkormányzatoknak, hanem a megyei önkormányzatnak is fontos szerepe van. Ezt korábban Sesták Oszkár közgyűlési elnök is megerősítette. A megyei önkormányzat feladata is az épített örökség védelme, illetve olyan esztétikai környezetben nőjenek fel gyermekeink, unokáink, amelyek méltóak az adott településhez, illetve az ott élők életminőségét szolgálják. Ebben több intézkedés született, például a területi arculati kézikönyv az jelentős szerepet vihet abban, hogy az épített környezet a tájhoz illeszkedjen, illetve az évszázados örökséghez, amelyet az önkormányzatok, a települések magukénak tudnak. A megyei önkormányzatnak szabályozási feladata ugyancsak van építésügyben, illetve települési környezetügyben, ennek a kijelölésében, a megyei rendezési tervek vonatkozásában. Ebben az évben újra alkotjuk a megyei rendelési tervet, az országos rendelési terv iránymutatásainak megfelelően. A településképi arculati kézikönyvek és rendeletek fontos kérdéseket vetnek fel a terület és településfejlesztési operatív program számos elemével összefüggésben is, mint a zöldváros program vagy a barnamezős területek fejlesztése. Vég József a vendégem, a Magyar Építészkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi elnöke, jól mondom, ugye? Nagyon jó, köszönöm. Igen. Beszéljünk először talán arról a konferenciáról, amit a közelmúltban éppen ebben a témában tartottak itt Nyíregyházán. Mi volt a célja ennek a konferenciának, és hát gondolom a településképi arculati kézikönyvekről, ennek kialakulásáról és egyáltalán az ötletről sok minden elhangzott ezen a konferencián. Így van. Az elmúlt év jelentős része az egész országban, ez kb. 3200 települést jelent. Hát e körül a téma körül forgott, és valójában a mi megyénkben, ahol 229 települést tartunk számon, ugyanígy a tavaszi időszaktól egészen évvégéig, sőt, akik egy kicsit lemaradtak, azok még mindig van néhány település, aki foglalkozik ezeknek a településképi arculati kézikönyveknek és az ezen alapuló településképi rendeleteknek a készítésével. A mi szakember állományunk, megyénk fogékonysága és hozzáállása azt gondolom, hogy jobban sikerült, mint az országos átlag, úgyhogy amikor ezt a konferenciát kitaláltuk, ez egyfajta már túl vagyunk a munkán című konferencia akart lenni, és a neve is valami ilyesmi volt, ezt az én jópofaságom ideiglenes címként azt adtam meg, hogy takon innen, takon túl, aztán így maradt valahogy, és kellően összefoglalta azt, hogy a munka után inkább első olyan nagy összegzésnek szántuk ezt a dolgot. Ennek keretében meg is hívtuk az egész munka gesztorát jelentő építészeti és építésügyi helyettes államtitkárság vezetőjét, Füleki Zsolt építész kollégánkat mondhatnám, de azért nyilván ő ennek a vezetője. És ő elvállalta és el is jött egy kiváló félórás előadásban, vezette fel ezt a témát is, és az elmúlt 4 évre való visszatekintést is megkaptuk ezzel együtt, hiszen egy cikluszárás történik, és nagyon sok minden történt az építés világában az elmúlt 4 évben. Akkor, amikor ugye beszélgettünk arról, hogy jelentősen megváltozott az építési törvény, az engedélyezési eljárások, és egyébként sok minden fellazult, ez az arculati kézikönyv talán egy válasz lehet, de lehet, hogy rosszul gondolom, azokra a kérdésekre, amik akkor felvetődtek, hiszen azért még sincs rendjén az, hogy bárki bármit odaépít, ahová gondolja és amilyet szeretne. Igen, ez a hatalmas szabadság azért egy kicsit látszólagos, hiszen mindennek van azért kerete, rendje és logikája az építés világában és szabályozottságában is. Ettől függetlenül az elmúlt 4 éves visszatekintésben tulajdonképpen szerepel egy úgynevezett új nemzeti építészeti politika, aminek a benfentesek, mint ahogy én is kénytelen vagyok folyamatosan képben lenni, egy olyan közel 40 pontos intézkedési tervet készített az építészeti kormányzat, a Lázár János által irányított miniszterelnökséghez tartozik ez a tárca is, és hát magam is meglepődve néztem vissza a korabeli dokumentumokat és gondolatokat. Ugyanabban az intézkedési csomagban megjelent ez a folyamatos építésügyi bürokrácia csökkentési szándék, és ennek köszönhetjük például a 300 négyzetméter alatti lakásoknál az építési engedélyezési kötelezettség megszüntetését, de azért annak is vannak persze kötelmei, és ugyanebben a csomagban valahol már szerepelt az egész tematikája ezeknek a településképi arculati kézikönyveknek is, úgyhogy valójában a törvényalkotók azt gondolom, hogy átlátták azért a helyzetet, és az ilyen irányú nagyobb szabadság mellett a szükségét is átláthatták annak, hogy valamiféle más alapokon nyugvó, de mégiscsak rendet a jövőben mégiscsak meg kell fogalmazni a lakosság meg az építők számára. Mik azok a legfontosabb alapmomentumok, amik az arculati kézikönyvben minden egyes településen benne vannak? Van ennek egy központilag kiadott tematikája, hiszen egyébként egy ilyen példátlan és eddig nem létező dokumentum született, aminek van 8 fő fejezete, egy nagyon lényeges része, egyfajta meglevő állapot számbavétele, amiben az örökségünk címszó alatt az egyszerű népi parasztházaktól kezdve a műemlékekig, vagy éppen csak a helyi védett épületekig, de a település belterületén túli, külterületi, természeti környezetben lévő értékeket, hiszen ott is sok minden szintén ennek a típusú örökségnek a része. Ezeknek a számbavétele zajlik le az anyag egy mértékadó fejezetében, ezt követően van egyfajta települési strukturálás, a település térképi és hát meglevő építészeti adottságai kapcsán, ami alapján általában születik egy településközpont, az azt körülvevő lakóterületek, ha vannak ipari területek, ezek térkép szinten megbontva valósan is megjelennek egy település struktúrájában, ezek elkülönülő részek, és hát vannak a beépítésre nem szánt külterületi dolgok. Ez a strukturálás egy kis pár száz lelkes település esetében lehet, hogy csak 2-3 ilyen egységet jelent, lehet, hogy csak egy lakóterületet és a külterületeket, de egy Nyíregyháza megyei jogú nagyvárosunk, itt a mi léptékünkben ugye szempontjából 16-7 ilyenfajta városrészt, vagy települési, eltérő arculatú, eltérő sajátosságú településrészt különít el az itteni TAK, és hát mindegyikkel utána az anyag külön foglalkozik a meglevő adottságokkal, és mindezeknek a településrészeknek az anyag mértékadó részében ajánlásokat fogalmaznak meg az arculati kézikönyvek, tehát azokban a település részekben milyen szempontokat kell követni, az épületek egymás mellé helyezése során, a telek beépítési módját illetően, de az egyéb építészeti részletek, a tornácok, az épület egyéb kiegészítői, a kerítések, vagy hát bizonyos fejezetekben a zöld területek, az épületen kívüli közösen használt területek, terek világára is vonatkoznak bizonyos gondolatok. Hogyan tudják a TAK ajánlásait követni, vagy számon kérni, miközben viszonylag laza az építési engedélyezési eljárás? Érti, hogy Értem, tudok remélhetőleg válaszolni a kérdésre. Tehát a TAK valójában egy két lábon álló hát szabályozásról, vagy iránymutatásról van, nem szabályozásnak, inkább egyfajta iránymutatásnak mondanám ezt az egész dolgot, de ennek van egyfajta, inkább egy ilyen tanulmányjelleggel, sok képpel, illusztrációval, egyszerűen értelmezhető kis ábrákkal előadott ez a bizonyos arculati kézikönyv, ami bármelyik egyszerű, akár egyszerű vidéki néninek, bácsinak a képen az épületen csak egy hőtechnikai rekonstrukciót végez, de ezzel egy együtt meg tud változni az épület arculata, színe, stb. Vagy a kerítéshez nyúlnak hozzád, már ezeknek is mondjon és érthető üzeneteket mondjon, de azért a konkrétan betartandó szabályokat a településképi rendelet szövegesen határozza meg, ami hát erre az anyagra épül, és ebből emel ki aztán bizonyos témákat, és a konkrétan hát hadrafogható, a kérdésre válaszolva dolog, ami végül is a kézzelfoghatóságot jelenti, az utcaképet vagy a megjelenést érintő dolgainkban, tehát új épület, épület homlokzatváltozása, netán utcai kerítés, de ezt minden település egy kicsit a maga arcára alakíthatta ezeket a szabályokat, de kötelező egy úgynevezett szakmai konzultáción részt venni minden ilyen konkrét építési szándék és tervezési folyamat megkezdése előtt. Ezt a helyi polgármesteri hivatalban a polgármester, illetve az általa megbízott, meghatalmazott személy látja el ezt a feladatot, és az építési szándékkal bíró személlyel ő leül, és egy írott dokumentum, egy emlékeztető, illetve jegyzőkönyv születik arról, hogy akkor azon a helyszínen, ahhoz a szándékhoz milyen javaslatokat tesz ezek szerint a településképi arculati kézikönyv, illetve a rendelet mit vár el. Ez a minimum, amit meg kell lépni, és erről az új szabályról egyébként tényleg tudnia kell mindenkinek, mert korábban ez így nem létezett. Hát egy következő beszélgetés alkalmával majd kíváncsian várom a tapasztalatokat, hogy hogyan sikerül ezt a fajta egyeztetést megoldani. Nagyon az elején vagyunk, úgyhogy alig-alig vannak konkrét helyzetek, de már vannak. Végj József, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Én köszönöm a lehetőséget.